következő felszólalónk jogász, a Nemzeti Választási Bizottság tagja, 1990-től folytat aktív közéleti tevékenységet, munkájával mindig a nemzetet és a hanyományt leginkább előtérbe helyező politikai erőket támogatta. A Hegyvidéki Önkormányzat több bizottságában tevékenykedett szűkebb pártiájáért. Most a főváros életét készül jobbá tenni. Kérem dr. Gruntner Andrást, a Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester jelöltjét, mondja el beszédét. Tisztelt keresztény felebarátaim! Most, hogy itt állunk a hagyományos Mi Hazánk által felállított kettős kereszt mellett advent idején, bennem is kettős gondolat fogalmazódik meg. A nagyváros és a kereszt kapcsolata egyrészt felidéz bennem egy szellemi, társadalmi síkú gondolatot, másrészt pedig egy sokkal személyesebb, szubjektív gondolatot. Engedjék meg, hogy ez utóbbival kezdjem a sort. Emlékszem, kisgyermekkoromban egy nyarat a szüleimmel és a testvéremmel külföldön töltöttünk, és esténként édesapám felolvasott egy könyvből nekünk, aminek az volt a címe Kereszt az aszfalt dzsungelben. Ez a könyv arról szól, hogy egy fiatal pap, egy fiatal tiszteletes elmegy New Yorkba, a metropoliszba, és a kereszt erejével, Krisztus szeretetével megpróbálja az ott garázdálkodó bűnbandákat lenevelni a bűnről, és átirányítani őket a szeretet és a tisztesség útjára. Ez az író ezzel a könyvével egy olyan folyamatot indított el bennem kiskamaszként, ami talán a kereszténység leglényegére vezetett rá. Akkor jöttem rá ugyanis, hogy a kereszténység nem csak a téli ünnepekről, az ajándékozásról, a családdal együtt töltött időről szól, hanem leginkább a jó cselekedetről. Igen, a jó cselekedetről, ami képes megváltoztatni a gonoszságot, képes a társadalmat jó irányba terelni, képes mindannyiunknak békét és megnyugvást adni. Ez az élmény azóta is elkísért, és azt kell mondanom, hogy évek óta ez a missziónk szerintem az egyik legfontosabb küldetése a Mi Hazánk mozgalomnak. Igen, egy nagyvárosban, Budapesten is meg kell mutatni, hogy vagyunk még, bár mint mindannyian tudjuk sajnos a világon a legerősebb támadás a kereszténységet és a keresztény hívőket éri. Nyugat-Európában és a Közel-Keleten naponta erőszak áldozatává válnak keresztény testvéreink, miközben egy olyan mozgalom is kibontakozott a modern nyugaton, ami mindent meg akar fosztani keresztény gyökerétől. Be akarják fosztani az ünnepeinket is. Hogy erre mondjak egy példát, és itt áttérnék a másik gondolatomra. Kevesen tudják talán, hogy idén a Vörösmarty téri adventi vásár hivatalos neve Classic Xmas. Igen, csak két dolog hiányzik az elnevezésből, a magyar nyelv és Krisztus neve. Azt hiszem, mindent elmond ez arról, hogy milyen környezet vesz minket körbe. Alkudoznunk kell a helyi önkormányzattal, hogy egyáltalán ez a kereszt itt állhasson. Ezt a folyamatot mi végig küzdjük. Mi mindig itt leszünk a kereszténység védelme érdekében. Én úgy gondolom, hogy ez a kereszt emiatt egyben egy felkiáltójel is. Felkiáltójel a kereszténység ellenségei felé. Eddig ne tovább. Nem engedjük, hogy a keresztényeket bántsák. Nem engedjük, hogy a közösségünkbe belerúgjanak. Ezzel az üzenettel kívánok mindannyiuknak reményteli adventi időszakot és boldog karácsonyt. Köszönöm szépen!